Na, sziasztok! Péntek van. Offit hoztuk zenesuliba. Rózi még a babáját is elhozta, és itt ül hátul. És csajos napozunk, csajos délutánozunk, ugyebár, mert már 5:30. Úgyhogy amíg nem kezdődik az óra, és a zöldben állok, addig bemegyünk a Pepkóba. Izgalmas nagyon az ég alja, ugye ilyen éjszaka és hajnal körülre nagy vihart mond, már nagyon várjuk, meg a termőföld is várja, de most nem szaporítjuk a szót, bemegyünk, pepkózunk, igaz, Chelsea? Kicsit körülnézünk. És a mai outfitetek egy nagyon cuki, sportos, offinak is, kis farmer szoknyás, sportcipős, nagyon menő kis szuperságos ruci. Pepkóba majd nem fogunk tudni kamerázni, de utána megmutatjuk, hogyha gyere Rózi, fog már a kezem, ha esetleg valamit vásároltunk. Végre nyugalom és csend van, és a fiúk nem nyafognak, mert képzeljétek el, hogy amikor együtt vannak a skacok, akkor a fiúk nyafognak nálunk többet, és nem a lányok. Ki gondolta volna, mi? Yeah, itt vagyunk! Menjetek, csajok! Indulhatunk? Készen vagyunk? Jól van, menjünk. Na jó, rajtad is megkönnyörültem. Hát túl vagyunk a pepkózáson, nem volt sok minden. Igazából azért mentem, hogy hát ha találok magamnak ilyen dorkót, de nem találtam semmit. Igazából ki van fosztva az egész. Igaz, Csajszik? És vettem magamnak viszont 780 forintért egy tök jó szemüveget. Habár lehet, hogy nem is ezt néztem ki. Most vettem föl. Szerintem nem ez az, amit akartam venni, de nem baj, mert a célnak megfelel 780 forintért. Volt nekem már iszonyat drága szemcsim is, de nem fogok többet venni, mert nem éri meg, vagy elhagyom, vagy nem foglalkozom úgy vele, hogy kell, vagy ráülök véletlenül, úgyhogy nekem ez tökéletes, ez az 1000 forint alatti napszemüveg. És ezen kívül vettem babaruhát, azt azért nem mutatom meg, mert azonnal lebuknék, hogy kislánya vagy kisfiú-e a baba, úgyhogy azt most ne haragudjatok, de nem mutatom meg. És Jonatánnak vettünk zoknit, ezt viszont elmutatom, képzeljétek el, 4 pár tök menő zokni. Ilyen gyümölcs minta, meg ilyen egyszínű kék, meg mit tudom én, úgyhogy ez most ilyen pici bevásárlás volt. Megyünk tovább, mert kezdődik Ofinak a zongora órája, meg a DM-ből még szeretnék egy pár cuccot beszerezni. Itt vagyunk a zenesulinál, most szálltunk ki. Én próbálok megbarátkozni az új szemüvegemmel, mert nem ezt akartam venni, de nem baj, ez is jó lesz. Gyere, Ofi, menjünk itt hátul. És most éppen azon tanakodunk a Csajszikkal, hogy itt is van egy DM a közelben, úgyhogy nem megyünk ki a másikhoz, mert az messzebb van. És van egy, mennyi? Egy óránk, igaz? Aha. Amíg nem végzel, addig Rózival DM-ezünk egyet, mert nagyon sok pontot összegyűjtöttem már. Képzeljétek el, hogy ilyen, nem tudom, 4000 forintnyi ponton van, ugye megint érdemes nézni a DM oldalát, meg a kuponokat aktiválni. Ofi, adunk neked egy puszit, jó zenesulizást! Bye! Puszit, megyek Rózival tovább, szia! És nagyon szeretnék egy BB krémet, vagy egy BB krémet, ahogy szoktam mondani, mert elfogyott. Meg Rózi is körbenéz, hát ha talál magának valami cukiságot. És akkor utána tuti, hogy marad még időnk,
Úgyhogy titokban, most már Rofi nem hallja, de eszünk egy fagyit a Rózival. De persze utána őt is meghívjuk, ne, hogy azt gondoljátok, hogy nem. És mivel Tolna megyeiek, nagyon sokan kérdezitek, hogy melyik túriba szoktam menni. Mostanság megmutatom nektek, itt most át fogunk menni Rózival a zebrán. Ugye most itt vagyok a Széchenyi utcában, és itt bemegyünk majd a Posta utcájába, és a rendőrség mellett van ez a túri, ahova mostanában járni szoktam. Gyakorlatilag ugyanolyan hádás ruhák vannak, mint a nagy hádában, de jobb áron, és nagyon-nagyon szeretem. És akkor ugye itt van a piac, itt a piac, és itt van a másik oldalon ez a használt ruha, angol használt ruha a neve, és sajnos már nincsen nyitva, mert délután 5-kor bezárt, viszont bekukkantunk, hogy milyen cuccok érkeztek. Itt vagyok a néve a standnál, vagy hát a részlegnél, és ezt a 24 órás moisture 5 az 1-ben nappali BB krémet veszem. Még sose próbáltam, médiumot veszek, nem lightot, mert azért nem annyira lightos a bőrszínem, úgyhogy remélem, hogy beválik, és erre most, ha jól emlékszem, megnézem, de szerintem 25-szörös pont jár. Pillanat, itt van a mire jár sok-sok pont ebben a hónapban, 35-szörös. Akkor még kéne valamit vegyek mellé. Mit talált, hölgyem? Mit talált? Ja, ez az Alverde, ezt is nagyon szeretem, csak mostanában inkább a tartóságra megyek. Igen, mert ezek ilyen természetes kozmetikumok, amúgy nem rossz, csak nem annyira tartós, és én kevésbé szeretem azt, ami nem tartó. Most az Essence pultnál állok, és megmutatom, hogy hogy lesz olyan titokzatosan ombre és átmenetes a szám a sminkes videóimban. Ezeket a 400 forintos kis szájceruzákat használom, van sok-sok árnyalatom belőlük, és akár választhatok hozzá egy világ, mindig sötétebb legyen a szájceruza, és világosabb legyen a maga a szín, és akkor lehet hozzá választani innen is, de lehet tartósabb, például egy inglotos rúst választani, de szájceruzának ezek tökéletesek számomra. Nagyon szeretem őket, látjátok itt is 350 forint a szájceruza, a rúzs pedig 1049. Például vesztek most, mit tudom, én hasraütésszerűen mutatom egy ilyen szájceruzát, és akkor ahhoz pedig egy világosabb rúst választotok. Mondjuk ezek eléggé elütnek egymástól, de még ebből is lehet nagyon szép ombre és ajkakat varázsolni. Lehet, Nini? Rágó illatot. Ez fürdőbomba, igaz? Igen, csillámos. Szagoljátok meg? Jaj, de jó. Tele van csillámos. De jó, és a másik? Egyszerűen. Jó, de cuki. Nagyon aranyos. De még egy csomó féle van. Na nézzük. Szép. Na mutasd. Ez a szület. Vedd le. Uti? Itt valami rózsaszín kis. És milyen illata, megnézhetem? Milyen citromfű. És nem is kicsi, mennyire kerül? 650. Jó kislány leszel? Igen. Szeretnéd? Igen. Parancsolj, tedd be a kosárba ezt is. Hogyha napközbeni wellness szeretnétek gyorsan egy kicsit lenyugodni, akkor szeretettel és szívből ajánlom nektek, nem kell, hogy anyukák legyetek feltétlenül, csak egy kis nyugira vágytok, akkor egyedül vagy a párotokkal, ha be tudtok kádazni, akkor egy szuper jó fürdősót tudtok innen a DM-ből bálásat vagy knejpeset választani. Látjátok, milyen szuper áron vannak. Én többet is beszoktam tárazni, és olyan aromaterápiát csinál nekem ott a kádba, hogy ez valami hihetetlen. Nem beszélve arról, hogy milyen szuper jó puha lesz tőle a bőröm. Inkább ezt szeretném. Miért ez milyen rózsaszín, meg fehér? Aha. És milyen illata van? Nem mutasd meg, mi van ráírva? Jászmin. Akkor mit szólnál hozzá, a másikat bent hagynánk, és akkor az Zofié lenne. Jó. Ja? Na, akkor tedd bele. Igen. Jó? Jó. Ne érje szó a ház elején. Én most meglepem magam, úgy döntöttem ezzel a kettő fürdősóval, de jó lesz. Na, kijöttünk a DM-ből, most gyere, visszasétálunk. Egy kicsit kettesbe, igaz? Jaj. Végre nem halljuk, hogy áhjám. Persze azt is nagyon szeretjük mi. Rózival kivált kép. Nézzétek meg, olyan szépen virágoznak már a fák, úgy szeretem.
Amúgy képzeljétek el, Rózi annyira cuki, mert nagyon szereti a porcelánokat, és amikor ilyen porcelánüzlet előtt vagyunk, akkor mindig meg kell állni, mert megcsodálja őket. És mivel anyósom is nagy porcelán fan, nagyon sok van neki, igazi eredeti herendi, zsolnai porcelánok, és Rózi is most, nem is tudom, meg a zsolnai bolt előtt állunk, vagyis nem kifejezetten zsolnai, mert ez egy márka bolt, hanem van itt többféle is, ha jól látom, még hollóházi is, nekem is kifejezetten tetszenek, de én nem vagyok gyűjtő, meg akkora fanatikus, de Rózi ő nagyon szereti. És amit mondani akartam, hogy képzeljétek el, hogy ugye közel lakunk Tolnához is, és Tolnán van egy ilyen használt bútoros, ugye már vettünk ott is cuccokat, meg is mutattam nektek, és képzeljétek el, hogy tele van német porcelánnal az üzlete. És megígértem Rózinak, ha jó kislány lesz, és tud vigyázni a cuccokra, hát most már azért elértük azt a kort nagyjából, hogy igen, akkor fog kapni egy igazi német porcelán készletet, gyönyörűek vannak, csak még nem vittük el, nem választotta ki, de még az is elképzelhető, hogy húsvétre vagy húsvét után pár nappal fog kapni majd, meglátjuk. Úgyhogy, Rózi, mikor kezdődött neked ez a porcelán őrület? Amikor egyszer ott aludtam a mamánál, akkor látom, hogy a polcám van porcelán, és nekem nagyon tetszett. Uh-huh. Mert hát én a porcelán babákért is oda vagyok, azért ilyen antik darabokért. Ez meg igaz? Hát az ilyen szép kis játékporcelán, de egyszer kaptam anyáktól karácsonyra, amikor még nem ebben János Magyarban laktunk. Még pici voltál. Igen, az ilyen babás volt, hát nem igazi porcelán volt, csak az ilyen miniegeres. Bizony, képzeljétek el, volt egy miniegeres cucca, aztán szegénykémnek megszületett a Danika, és szétzúzta az egész porcelánkészletét, talán egy minis bögréd maradt, igaz? Igen. Úgyhogy majd fog kapni újat, de az már egy kicsit komolyabb lesz. Na, azt képzeljétek el, hogy megszólalásig ugyanez a hollóházi porcelánom van otthon, ezzel a szeder mintával, szedervirág és maga a gyümölcs, de ilyen órát én még nem pipáltam, úgyhogy majd lehet, hogy ha én is nem tudom, rászánom magam, hogy gyűjtögetem a porcelánt, akkor lehet, hogy egy ilyen szedres órára is benevezek. Még az esküvőnk után nász ajándékba kaptuk a szedres készletünket. Mondjuk ilyenem sincsen, tányérjaim vannak, süteményes tálak. Ő is nagyon-nagyon tetszik, szemezgetek vele is. Hát meglátjuk, de gyönyörű szépek. Amit nagyon szívesen vennék, az egy vaj tároló. Ez tetszik, ez itt szám, ez a virágos rózsa. Ó, hát az gyönyörű, mesés. Mert minden van itt. Tejtartó. Gyönyörű szép az összes, nagyon jól néz. Na kérem szépen, közben, hogy nézem a polcokat, megtalálom a mieinket is. Ez a szett van nekem ezzel a 6 darab kis tányérral, és ez a nagy tálaló tányér hozzá. Hát igen, most már legalább látom, hogy mennyit ér a kis szettünk, hát közel 70 ezer forint. Úgyhogy nagyon vigyázunk rá, igazából makulátlanul működik, hogyha olyan sütit sütök, akkor ebben szoktam tálalni őket, és a gyerekek ebből szokták fogyasztani. Most lehet, hogy valaki megbotránkozik rajtunk, de mi használjuk is a kis szettünket. Írjátok meg, hogy nálatok csak díszelegel, vagy ti is használjátok-e, és kíváncsi vagyok mindenkinek a véleményére ezzel kapcsolatban. Tudhatunk fagyizni? Igen. Na gyere! Közben befutott Ofcsi is. Egészségére, hölgyem. Szagold meg, milyen jó illata van. Igaz, milyen menő? Tök jó. És milyen volt a zongora órád, Ofi? Jó volt. Jó volt? Otthon kell majd gyakorolnunk? Mhm. Jó. Négyszerén. Szuper, de most itt lesz a tavaszi szünet, úgyhogy lesz időnk is rá. Királyság. Képzeljétek el, még nekem is ez a zongora iskola kiskönyvem volt, csak én viszonylag hamar befejeztem a tanulmányaimat, mert kisbabát várt a zongoratanárom, aztán lepasszolt. Úgyhogy nekem sajnos félbe maradt, de
Hál' Isten, Ofi már második éve zongorázik. Nem maradhat el a tükör előtti pózerkedés, amikor itt vagyunk a kedvenc cukrászdánkba, de ami még ennél is furcsább, megmutathatom az outfitemet én is, csajok. Mindjárt mutatom a furcsaságot is. Egy fehér Converse cipő, egy H&M-es kismamagat, jól látjátok, már jó nagy a hasam, egy Pull&Bear-es felső, amit a hugomtól kaptam, Mona Lisa, Don't Be a Poser, már egyszer volt rajtam a videózáskor, és egy H&M-es lezser kis felső, hogy mégse fázzak, az új napszemcsém a fejemen, és amit látjátok, nincs is mint most az arcomon, de nem is baj, kellenek ezek a napok is. És képzeljétek el, hogy ebbe a tök szép mosdóba itt van egy Listerin szájöblítő, szájvíz a csap mellett, úgyhogy nagyon érdekes, de mindesetre hát ennyi, minden oké. Elment az idő, végeztünk mindenhol, ettünk egy kis jégkrémet, csajoskodtunk, shoppingoltunk. Rozaléna is, Rózinak a babája is egész jól bírta az utat, úgyhogy most megyünk haza. Lányok, jól éreztétek magatokat? Igen. Igen, én is nagyon kicsit együtt voltunk hármasban, vagyis négyesben, ugye a babával együtt. Úgyhogy én megköszönöm a figyelmeteket. Ez most csak egy ilyen rövid kis videó volt, hogy megmutassuk, hogy hogyan csajoskodunk. És ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem teszitek, nyomjatok egy lájkot erre a videóra. És írjátok meg kommentben, hogy ti a gyereketekkel szoktatok-e ilyen külön anyalánya vagy anya-fia napot tartani, vagy hogyha pasi vagy, férfi vagy, akkor apa-lánya, apa-fia napot nagyon érdekel, vagy akinek már felnőttek a gyerekei, azt szeretném tőlük kérdezni, hogy hány éves korukig csináltátok ezt, vagy hogyha folyamatosan csináljátok, akkor van-e remény erre, hogy mindig lesz hozzá kedvük. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, én nagyon fáradt vagyok, Rózi mondta, hogy rám is rám férne egy jó smink, mert láttunk egy csajt, akin volt, úgyhogy köszönöm nektek még egyszer. Nagyon szép estét, legyetek egészségesek, és szeressétek egymást. Sziasztok!